Hadik András az egyik legkiemelkedőbb magyar hadvezér volt a 18. században. Hírnevét főként a Habsburg Birodalom hadseregében elért sikerei alapozták meg. 1771-ben grófi rangja után Mária Terézia császárnőtől ajándékba kapta a futaki kamarai uradalmat, mely többek között Futakot, Petrőcöt és Pirost is magába foglalta. Futakon ő építette fel az első római katolikus templomot, amelynek helyén áll ma a Jézus szíve római katolikus templom. A Szent Misét követően a síremlék előtt elhelyezték a kegyelet virágait. Ezt követően az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központban egy ismeretterjesztő prezentációt követhetett végig a közönség Hadik András leszármazottjairól. Nagyon magasra ívelő katonai karriert magáénak tudó leszármazottairól lesz szó, tehát ifjabb Hadik Andrásról, Hadik Károlyról, az ő bátyjáról és az unokájáról, Hadik Gusztávról. Előbbi kettő a császári királyi hadseregben, tehát ahol Hadik is értek el magas rangot, Hadik Gusztáv pedig a honvédseregben lett ezredes, illetve majdnem tábornok. Hadik András életének fontos időszakát Bács-Bodrog vármegyében töltötte, ahol főispánként tevékenykedett. Emellett kiemelkedő szerepet vállalt a szlovák, a szerb, a ruszin és a magyar lakosság fő földesuraként és patronálójaként is. A múlt értékeire oda kell figyelnünk, Hadik Andrásnak a személyiségét meg jobban meg kell ismernünk, nem csak a politikai életben, hanem a közigazgatásban, a katonai területen és a kulturális, valamint a vallási területen is komoly eredményeket és munkát fejtett ki. Úgyhogy a legjobb reményeink szerint a következő években az Újvidéki Magyar Művelődési Központ és az Újvidéki Futaki Magyarság, a Délbácskai Magyarság magának fogja érezni, és ezt a hagyományt élővé fogja tenni és A megemlékezés a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával valósult meg. Igazából ő az egyik legnagyobb magyar katona volt, és Futak és környéke szempontjából, az idetelepítések, a betelepítések szempontjából is nagy jelentőséggel bírt az ő személye, hiszen miután Berlint bevette, akkor Futakot és környékét kapta meg a császárnőtől ajándékba, és dolgozott azon, hogy ezt a vidéket a török hódoltság után benépesítse és felvirágoztassa. A képvetítéssel egybekötött ismeretterjesztő előadás mellett alkalmi műsort is láthattak az egybegyűltek.